estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg műsorajánlónkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsorunk következik. A Magyarország szempontjából mi a legfontosabb biztonságpolitikai kérdés ma? Gyakorlatilag az, hogy Magyarország helye szerepe a nemzetközi politikában folyamatosan nő, egyre jobban tudjuk érvényesíteni céljainkat a szövetségi rendszereinkben, a szomszéd országokkal kiegyensúlyozott viszonyra törekszünk, ez Ukrajna esetében rendkívül nehéz, szeretnénk itt is áttörést elérni, jó a viszonyunk az Európai Unióval, bízunk benne, hogy a jövő évi választásokon az Európai Unióban egy teljesen más vezetés fog fölállni, jó a viszonyunk a NATO-val, a NATO-nak stabil partnerei vagyunk 1999. március 12-e a belépésünk óta, az ENSZ stabil tagjai vagyunk 1955 óta, politikánk sikeres, a gazdaság fejlődik, erről szeretnék beszélni. Köszönöm szépen Karszagnak, hogy meghívtak, és köszönöm szépen miniszter úrnak. Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, a korábbi agrárminiszterrel beszélgettünk, ön a házigazdája a mai estének, mi a cél, miért pont Bongrádi Györgyöt hívták meg? Biztonságpolitikai esték címen indul egy előadássorozat a bennünket is foglalkoztató világpolitikai kérdésekkel fogunk foglalkozni, migráció, bevándorlás, a világpolitika alakulása, konfliktusok közelben és távolabb egyaránt, és Nógrádi Györgyre azért esett a választás, mert ő egy nagyon elismert, kiváló, felkészült előadó egyetemi tanár, talán az egyik legismertebb ebben a témában, de szeretnénk majd hozni másokat is, egy 3-4 előadást tervezünk azért, hogy a Nagykun polgári kör keretein belül, de a város lakosság előtt is tátra nyitott ajtókkal jelenjenek meg azok a vélemények, amik most azt hiszem mindenkit foglalkoztatnak. Gyakran mondjuk azt, hogy hát már unjuk ezeket a híreket, egyfolytában a feszültséget tapasztaltjuk, de azért látnunk azt, hogy szinte mint a hadi jelentések, olyan jellegűek ezek a hírek, és azt hiszem, hogy mindenkinek a sorsát befolyásolják, és különösen az egy nagyon fontos dolog, hogy meg tudjuk védeni Magyarországot, hiszen ez egy 21. századi jelenség, és erre még nem voltunk felkészülve, de lám-lám a korábbi háborúkhoz képest most látszik azt, hogy ilyen népmozgások, amelyek foglalkoztatnak bennünket, foglalkoztatják az európai embereket, és ahhoz, hogy a magyar életforma az ország fönnmaradjon, ahhoz, hogy háborítatlanul tudjunk élni a saját hazánkban, ahhoz a kormánynak is nagyon komoly intézkedéseket kellett tenni, de az emberek is kiálltak ebben a kérdésben a véleménynyilvánításon több mint 90%-os arányban, de a fontos információkat szerintem jó, hogyha mindenki birtokolni tudja, ezért is lesznek ezek a programok, rendezvények. Kovács Sándor képviselőről beszélgettünk. Az előbb Nógrádi György azt mondta, hogy nagyon fontos lesz az Európa Parlamenti választás, hiszen ott nagyon sok mindent meg kell változtatni. Ön is így látja? Így van, hiszen az eddigi Európa Parlamenti választások egy kicsit szinte olyanok voltak, mintha tét nélküliek lettek volna, mert Európa Parlament összetétele igazából nem számított a döntésekben, de azt látszik, hogy felértékelődött az Európa Parlament szerepe, az Európai Unió szerepe, hiszen válaszút elé érkezett Európa és a nyugat-európai és az európai civilizáció. El kell dönteni, hogy milyen irányba megyünk. Kétfelé szakadt az Európai Unió, kétfelé szakadtak az országok, kétfelé szakadtak a társadalmak is. Vannak, akik a bevándorlásban látják a jövőt, abban, hogyha vegyes multikulturális társadalmak lesznek, és azok, köztük Magyarország is, és a visegrádi négyek is, és most már egyre több ország, akik abban látják, hogy meg kell őrizni a kultúrát, a keresztény hagyományokat, azt a társadalmi rendet, ami több mint 1000 éve, vagy akár 2000 éve fennáll, meg kell őrizni ezt a kultúrát, és igazából a demográfiai problémákat nem idegen afrikai vagy ázsiai országokból való betelepítéssel, hanem a születésszám megnövelésével, a családok segítésével lehet növelni. Tehát most a tétje az európai választásoknak sokkal nagyobb, talán soha nem volt ekkora. Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Szeretettel köszöntök mindenkit a Nagykunpolgári Kör mai rendezvényén. Biztonságpolitikai esték elnevezéssel indítunk egy olyan sorozatot, hogy az elkövetkező néhány hónapban a külpolitikával, a biztonságpolitikával, nemzetközi aktualitásokkal sokkal foglalkozó szakértőket hívunk meg azért, hogy itt Karcagon minél közelebbi információkhoz, minél frissebb információkhoz jussunk. Szeretettel köszöntöm Nógrádi György professzorodat, azt hiszem, hogy nem kell bemutatni. És hogy fog majd a biztonság kihívások és válaszok címmel egy előadást tartani a számunkra. Azt hiszem mindenképpen hasznos lesz, hiszen sok minden történt azóta, hogy a vendégünk volt, sőt lehet, hogy azóta is, hogy meghívtuk erre a mostani alkalomra, hiszen gyakran órára változik a helyzet, és látszik az, hogy a világpolitikának a hatásai ma már olyanok, hogy rövid időn belül bennünket is, magyarokat is érintenek. A világ azt szokták mondani, egy globális faluvá vált, ahol mind a hírek, mind az emberek, gyakran embertömegek is nagyon gyorsan mozognak. Tehát téma van bőven. Professzor úr, tiéd a szó, érdeklődéssel hallgatunk. Én néhány megjegyzéssel vagy kezdjem. Az egyik az, hogy köszönöm miniszter úrnak, hogy meghívott. A másik az, hogy ő az egyetlen ember Magyarországon, aki tud zsarolni. Ugyanis ha nem vagyok jó, nem ad birkapörköl, tehát a nejem pedig kivág. Tehát ennyi egyszerű helyzet. A következő megjegyzés az, hogy kb. 20 éves korom óta olyan 2-3 évente egyszer becsípődik a hátam. Ez tegnap volt, tehát kicsit furcsán megyek, elnézést kérek. Nem úgy vagyok, mint a Juncker, tehát ez nem a viszki miatt van, ez tényleg egy becsípődés. A következő, hogy a mai napom az baromi jól alakult, reggel kezdtem a tévébe, páran mondták, hogy láttak. Utána bementem az egyetemre dolgozni, fél egyre mentem a külügyminisztériumba egy megbeszélésre, utána pedig az Echo TV készít az életemről egy filmet. Körülbelül másfél órán át csináltak velem interjút, majd a kocsiba beülve kikísértek Budapest határáig. Jó, eljöttem, mondtam, kipihenem magam, útközben fölhívott az egyik keresztény rádió, hogy ugye adok 2-5 perces interjút, itt már mellettem ülti hallottad, most itt vagyok. Holnap reggel 7 óra 15-kor leszek a Balázsnál élőadásba, ahol az lesz a kérdése, hogy mi van a csőbombákkal, Hillary Clinton, stb. Tehát elég érdekes. Na most, ha ezen túl vagyok, akkor lesz egy kari tanácsülésem, és utána megyek este 19-re az Echo TV-be, valamikor utána leszek. Ez a mai és a holnapi napom, én ezt megszoktam és szégyenemre élvezem. Még egyszer szeretettel köszöntelek titeket, miniszter úrnak köszönöm. Egy mondat reklám, és utána jön az előadás. Én hoztam múltkor is a könyvekből, 3 könyvet írtam az elmúlt 3 évben, a 40 év alatt a föld körül már 50 ezer példánynál járt, tehát az egyik legsikeresebb magyar könyv, hál' Isten. A második könyvem a Szerencsénk volt túléltük, az egy biztonságpolitikai könyv, én hogy látom, a 20. század második felének szovjet, amerikai, német, kínai, jugoszláv politikáját. A harmadik könyv pedig a Városligettől Zanzibárig. A Városliget az onnan jöttem, gyerekkoromban ott voltam, 17 éves koromig. A Zanzibár pedig, ahol utoljára nyaraltunk tavaly évvégén a családdal. Hihetetlen érdekes, csodálatosan szép, ha nem lépek ki a szállodából. Tehát elképesztő a nyomor, ha kilépek. Én nagyon sok helyen voltam a világban, ilyen 8-szobás luxus lakosztályom eddig sehol nem volt. Csodálatosan szép, hihetetlen finomak a kaják, magyar aggyal az árak nem drágák, de egy átlag ember, aki ott dolgozik napi 12 órát, az 18 ezer forintot keres havonta. Szörnyű a nyomor. Tehát nincs olyan csúnya európai, aki ne tudna onnan egy elképesztően csinos afrikai csajt hazahozni, ha akar. Ennek van pro és kontra oldala, erre nem térek ki, de a miniszter úr legközelebb meghív valami szexuális felvilágosításra, akkor ígérem, hogy erről sokkal részletesebben fogok beszélni. Rendben, tehát akkor várom a választ, hogy mikor, miről és mennyi ideig beszélhetek. Előadás. Én abban maradtunk miniszter úrral, hogy egy 40 perces előadást tartok, és oda jött hozzám egy úr, hogy ő szeretne kérdezni a végén. Mondtam, hogy biztos, hogy tud kérdezni ezt, de én most kérdezem, most ne kérdezzem, tegye fel a kérdést az előadás végén, bármi az én próbálok válaszolni. Amióta nem találkoztunk, a világban elég sok minden történt. Továbbra is 3 globális szereplő van, de változott a helyzet. Az Egyesült Államokban Trump stabilizálódott. Ez nagyon fontos.
Az észak-keleti szellemi elit a megválasztása után abból indult Kőtrámnak hetei, jó esetben hónapjai vannak és meg fog bukni, nem következett be. Mondanék egy-két példát, nem tudom mennyire ismerik, az amerikai oknyomozó újságírás legnagyobb alakja a Bob Woodward. Ő írta meg a Watergate botrányt, ő írta meg a iraki háborút, ő írta meg az afgán háborút, nekem minden könyvem tőle megvan. A Woodward most írt egy könyvet a Trump ellen. A könyvet decemberben kiadják magyarul. Én biztos vagyok benne, hogy Európában kassza siker lesz a könyv, kiválóan ír. Az USA-ban gyakorlatilag senkit nem érdekel. Az átlag amerikai abból indul ki, és mi erről nem szeretünk beszélni, hogy eleve van az észak-keleti szellemi elit hosszú évtizedek óta tartó uralmából, eleve van a Kennedy-ből, eleve van a Clintonokból, és mindenkiből. A Bushokról nem beszélek, mert azok rendkívül gyengék voltak. A papa jó középszerű elnök volt, a ifjabb Bush katasztrofális volt. Máshogy fogalmazva, Trumpnak megy föl a népszerűsége. Még egy-két megjegyzés. Jelezni szeretném, hogy az amerikai határok felé közeledik egy embertömeg Dél-Amerikából, aki a mexikói amerikai határon szeretne átmenni. Belátható időn belül elérik a határt. Én ma reggel szokásom szerint fölkeltem egy órával előbb, mint kellett, és átnéztem, hogy éjjel mi történt. Ma reggelig magyar idő szerint nem érték el a határt. 5-től 7000 fő át akarnak menni az USA-ba, mert elegük van a nyomorból, a kizsákmányolásból, stb. Oké. A probléma az, hogy mit vár az amerikai átlagember? Az amerikai átlagember azt várja, hogy ezeket az embereket nem szabad beengedni. Jelezni szeretném, hogy az Egyesült Államokban rendkívül rövid idő után fehér kisebbség lesz. Nem akarnak újabb nagy tömeget spanyol területekről, spanyol nyelv területről, mert utána jön a családegyesítés. Mit fog csinálni Trump? Lezárja a határt. Meg tudja csinálni? Néhány nap múlva meglátjuk, ha igen, akkor óriási esélye van a novemberi helyhatósági választásokon, zárja. A demokraták pár héttel ezelőtt abban indultak ki, hogy Trumpot legyőzi, ettől kezdve Trump az eljövendő két évben rendkívül nehezen tud kormányozni. De ha nem győzik le, akkor két évig szabad keze van, erről sem szeretünk beszélni. Most fölmondták a orosz-amerikai 1987-ben kötött katonai megállapodást. Mit vár az amerikai? Ez igen, beolvastuk Moszkvának, hogy mi van a tartalmában, embert nem érdekel. Kimentem Moszkvába tárgyalni az egyik legkeményebb amerikai konzervatív ponton. Hol lesz a csúcs találkozó? Párizsban az első világháború századik évfordulóján Trump és Putyin közt. Megállapodnak? Megmondhatatlan. Nekem azt mondta az egyik orosz diplomat, hogy ők szeretnének megállapodni az USA-val, csak nem tudják, hogy kivel kéne tárgyalni. Zárójel, amerikai elnökök nagy része nem volt szakértő. De az amerikai elképzeléseket jól testesítették meg. Abban maradtunk, hogy én egy bevezetőt tartok, és utána önök azt kérdeznek, amit akarnak. Egyesült Államok, föllép Európával szembe, szövetségi rendszerben vagyunk? Igen. Én megrendeltem két könyvet, az egyiket megkaptam tegnap, itt van ennek a kocsimba. Az volt német külügyminiszter, Gabriel, szociáldemokrata párt elnöke volt, visszaemlékezése, idén írta a könyvet. Aki azt írta az ezévi müncheni világ legfontosabb biztonságpolitikai találkozója után, hogy Európa vegetáriánus, és nagyon szépen kérem a hús zabálókat, az USA-t, Kínát és Oroszországot, hogy ne akarjanak minket fel zabálni. Tehát nem egyszerű a helyzet, elképesztő amerikai fölény van a hírszerzésben, a katonai kutatásokban, stb. Egyetlen megjegyzés Szaúd-Arábiáról, aztán majd beszélek róla. Mit mondott Trump? Hogy nem állítjuk le a fegyverszállítást. Miért? Mert az amerikai fegyverszállítás értéke 450 milliárd dollár. Trump azt mondta, hogy egy, megvennék mástól a fegyvert, ebben most nem menjünk bele. Kettő, hogy ez 1 millió munkahelyet érint, ebbe sem menjünk bele, mert ezek ilyen költői túlzások, de nem hajlandó embargót elrendelni. Mit mond Merkel? Elrendelem az embargót. Mennyire szállítanak a németek fegyvert? 1/1000-ét az amerikainak. Tehát így könnyű tisztességesnek lenni, amikor a súly minimális. Én szeretném elmondani, és ezek nagyon kemény adatok. Én túl sokat nem akarok az USA-ról beszélni, várom a novemberi választások eredményét. A második globális játékos Kína, ott kettő megjegyzésem hagyd le, mert múltkor beszéltünk róla. Az egyik az, hogy Kína nyíltan kijelenti, hogy nem fogadja el a fennálló világrendet. Az, hogy az amerikaiak fölmondták az 1987-es megállapodást Moszkvával, ez részint Kínának szól.
Szeretnének megállapodni sok mindenről Kínával, de nem megy. Kína sorra foglalja el a térség pici-pici szigeteit, és visz oda haditengerészeti vagy légierőbázist. És fügyül arra, hogy ki mit mond, mert mögötte van a katonai erő. Walter egyszer azt mondta, hogy Isten mindig az erősebb ezredek oldalán áll. Ez megint egy nagyon nagy részigazság. Mi a második, hogy Kína bejelentette, hogy át kell kelnie Indián és Japánon, és ki akar jutni a csendes és indiai óceánra. Mondom magyarul, minden térségbeli konfliktusban részt akar venni. Most éppen polgárháborús helyzet van a Maldív-szigeteken. Én nem tudom, mondtam, mikor itt voltam, én kétszer ott nyaraltam, csodálatosan szép, a legszebb luxus világban voltam, a legnagyobb szigetem a Sam Islanden. Egy nap teljes ellátás, és nem mondom meg a utazási irodát, 21 ezer forint. Ez balatoni középkategóriás ár. Most éppen a felkelők nyerték meg a választást, a felkelők élén a Kína barátok vannak. A kormány élén az India barátok vannak. Tehát én nagyon örülnék, ha utána önök kérdeznek, és tudok válaszolni. A harmadik globális játékos messze nem maradva Oroszország. Putyinnak valahol valamit el kell érnie, mert azzal, hogy megemelte a nyugdíjkorhatárt, rendkívül nehéz helyzetbe húzta az orosz átlagembert. Sikerre van ítélve. Hol? Krimbe. Ők a Krimből nem fognak kijönni. Két hetente van egy saját rovatom a Magyar Idők hétvégi számában, Lukasban. Ott írtam egy elemzést az orosz biztonságpolitikáról, különös tekintettel a Krimre. Ha kérdeznek, szívesen válaszolok. Mi a probléma? A Krimet a nyugat elfogadja, hogy Oroszországé, de ezt nem mondja ki. A probléma a Donbass. A Donbass területén, ez Donetsk és Lugansk térsége, van az ukrán ipar központja. A második probléma, hogy az ott élő lakosok többsége orosz ajkú. Én nem azt mondtam, hogy orosz nemzetiségű, én azt mondtam, hogy orosz ajkú, a kettő nem ugyanaz, és gyötrik Moszkvát, hogy hagy kiáltsák ki függetlenségüket, és ugyanúgy, mint a Krím, hagy kerüljenek be Oroszországba. Az oroszok ezt megteszik, egy, Ukrajna szétesik, kettő, ettől kezdve visszaáll a kőkemény hidegháború. Ezt Moszkva ma nem akarja. Donbass. Ha figyelték, ma is meghalt egy magyar származású ukrán katona. Kárpát-lejáról. Én megkérdeztem miniszter urat, miről beszéljek. Ő azt mondta, hogy néhány ilyen dolgot mondjak el. Én jelezni szeretném. Jelenleg a Donbassban napi 25-től 35 összecsapás van. A sajtó erről sehol a világon nem számol be. Azt is szeretném elmondani, hogy Ukrajna támadó fegyvereket kapott a nyugattól. Ha kérdeznek, válaszolok. És azt is el szeretném mondani, hogy pár évvel ezelőtt egy NATO tábornok azt mondta, és egyetértek vele, hogy ha az oroszok akarják, holnap reggel Kijevben reggeliznek. Jelenleg nem akarják. Egy megjegyzés, mégis megyünk tovább. Rendkívül érdekes, hogy Európa ebben a kérdésben is megosztott. A britek, a skandinávok, a baltiak és a lengyelek félnek az oroszoktól, és gyűlölik. Orosz katonai támadást várnak. A németek, a franciák, az osztrákok, a csehek, a szlovákok és a magyarok semmiféle orosz veszélyt nem látnak. Nagyon nehéz így politizálni, mondom magyarul. A V4-ek közül három nem tekinti ellenségnek Oroszországot, a lengyelek igen. Erről is lehetne egy önálló előadást tartani. Ennek történelmi okairól, a mai helyzetről, a jövőről és nagyon sok minden egyébről. Migráció. Miniszter úr mondta, hogy néhány mondatot mondjak. Egy. A 2015-ös migránsválság rendkívül nehéz helyzettel járította Európát. Kettő. Én jelezni szeretném, hogy eddig Németországban több migráns ment, mint Európa egészében Németország nélkül. Három. Ezek a migránsok sehol nem tudtak mindmáig integrálódni. Négy. Hát azért ennek van néhány német vetülete. Én jelezni szeretném, hogy Németországban a nagy pártok, a CDU, CSU és az SPD katasztrofális vereségeket szenvednek el. A Szociáldemokrata párt, amely idén 155 éves, a negyedik helyen áll a német pártok listáján. Soha ehhez hasonló helyzet nem volt. Jelezni szeretném, hogy egy év alatt a pártnak három elnöke volt. Gabriel, akiről előbb beszéltem, aki egy rendkívül szimpatikus, jó középszerű srác, a Schulz, akiről mindig elmondtam, hogy 8 általánosan nem lehet pártot vezetni, és most a volt munkaügyi miniszter lesz, akinek fogalma nincs a világról, egy hihetetlen jó hordószónok, és mindenre mond valamit. Ma a német társadalomnak ebből elege van. A CDU hírénál Merkel.
Alapvető dilemma az, hogy pár hónappal ezelőtt Merkel bejelentette, hogy ez az utolsó ciklusa végigcsinálja és visszavonul. Utána viszont stabilizálódott, és többé nem mondta, hogy visszavonul. Az elmúlt hetekben viszont vereséget vereségre halmoz. Zárójel, most vasárnap választ Hessen. Az előrejelzések szerint a CDU jó 10%-ot fog veszteni. Megint följönnek a zöldek, és katasztrofális vereséggel néznek a szociáldemokraták. Hogy hat ez Merkelre? Zárójel, decemberben lesz a CDU kongresszusa, ahol megválasztják a párt elnökét. A Merkellel szemben három ember indul, egyik ismeretlenebb, mint a másik. Néhány ember van a CDU-ba, aki le akarja darálni Merkelt, ilyen Oettinger. Színre lépett az Oettinger, aki Baden-Württembergi miniszterelnök volt, utána jelenleg Németország egyik biztosa Brüsszelbe. Ahogy az Oettinger látta, hogy Merkel meggyengül, bejelentette, hogy semmilyen munkában nem vesz részt, megvárja, hogy hazahívják-e kancellárnak. Ettől kezdve Merkel ledarálta. Az Oettinger nem volt hajlandó Pestre jönni, nehogy baja legyen belőle. Nem jött el a közgazdász Vándor gyűlésre, ő lett volna a nagy előre. Merkel bejelentette, hogy jövőre menjen nyugdíjba, nem indítja újra. Mire Oettinger bejelentette, hogy Merkel egy béna kacsa. Oké. De ezt akkor jelentette be, amikor már ő is béna kacsa volt. Szeretne színre lépni az eddigi belügy honvédelmi miniszter de Maizière, aki a CDU alelnöke, akit Merkel kitett a kormányból. Szeretne színre lépni a mai védelmi miniszter von der Leyen. Szeretne színre lépni a párt új főtitkára a Szárvidék eddigi miniszterelnöke AKK. Mi lesz Németországban? Ember nem tudja. Merkel közölte, hogy egybe kell, hogy maradjon a kancellári poszt és a párt elnöki poszt. Így lesz, december után lehet rá válaszolni. Németországban a gazdaság jól működik, de a politikai rendszer nem. Én nagyon örülnék, ha kérdeznének, én naponta németekkel foglalkozom, én imádom őket. Én kinnel végeztem a vezérkari akadémiai kurzusát Hamburgba, de látom, hogy ez a Németország nem az, amit megszoktam. Egy megjegyzés. Én most hétvégén ki voltam 3 napot előadást tartani Nürnbergbe. Én ezt elmondtam valamelyik tévéműsorban, én németet Nürnbergbe alig láttam. Tele van mindenféle, nevezzük úgy, hogy bevándorlókkal. Mi a probléma? Hogy a számod, ahol laktam, az Ibis, ott német nem volt. A takarítőn a román, a recepciós román, a pincérek a legkülönbözőbb emberek a világ különböző részeiről, és most nagyon szemét leszek. Amíg a német átlagember nem vállalja el, hogy ezeket a munkákat elvégzi, addig neki migráns kell. Tessék Szesleni egyszer megnézni a német kormány dokumentumot, amiben benne van, hogy ahhoz, hogy Németország jól működjék, évi 300 ezer pótlólagos munkaerő kell. Oké, ki? Fiatal, tehetséges, diplomás, nyelvet tudó, legalább szakmunkás. Ki jön be? Fiatal, tehetségtelen, nyelvet nem tudó, stb. Második megjegyzés. Soha nem beszélünk róla, Németországban horribilis számú embert képeznek ki a harmadik világból. A német egyetemek tele vannak afrikai, ázsiai diákokkal, és soha ember nem merik kimondani, hogy a végzett diákok felét Németország ott tartja, a jobbik felét. Ha lehetek szemét, a hülyébje mehet vissza a harmadik világba. De az értelmes megszokta a német életet, beszéli a nyelvet, diplomája van, ráadásul nem szír diploma, ami akinek 5 általánosnál többje van Szíriában, az diplomának számít. Tehát tényleges német diplomája van, azokat próbálják ott tartani. Zárójel, ha egyszer megnézik a Bajor kormány dokumentumot, abban benne van, hogy Bajorország fejlődéséhez évi 50 ezer új munkaerő kell. Hát ezt valóban itt elő kell állítani. Lehet Kelet-Európából, lehet Közép-Európából. Európában legnagyobb agyszívás Bosznia-Hercegovinából van, mert az Európa egyik legszegényebb területe. Erről sem beszélünk soha. Csak hogyha én elszívom, mint Nyugat-Európa, az orvost, a mérnököt, a tanárt, az informatikus Boszniából, akkor ezzel bebetonozom, hogy boszniának soha az életben nem lesz esélye utolérni Nyugat-Európa legszegényebb államait. Erről is érdemes lenne beszélni. Ennyit a németekről. Svédország. Hát amióta nem találkoztunk, én kint voltam kocsival előadást tartani, ez életem egyik leghülyebb ötlete volt. Katasztrofális időjárási viszonyok közt elmentem Rostockig, ahonnan itt a kompom indult.
olyan vihar volt, hogy nem ment, akkor mondták, hogy menjek át Hurgadába, már csak olyan plusz 200 kilométer. Átmentem, átmentünk Dániába, végig kellett vezetnem Dániát, és utána a hídon keresztül Svédországba. De amúgy hogy lehettem ilyen hülye, eddig mindig repülővel jöttem, legközelebb csak repülővel jövök, ezt nem csinálom. Nagy élmény volt, egy maszek megjegyzés, visszafelé Lengyelországon átjöttem kompal. Ahogy kiszálltunk a kompról, mindenkit félreállított a rendőrség és szondáztak. Legjobb tudomásom szerint én voltam az egyetlen, aki nem volt részeg. Baromi olcsó a hajónapja, mindenki bepiált, fennek gondolta, hogy kora reggel a rendőrség ott fog várni minket. Érdekes volt. Ennyit a németekről, de kérdezhetnek, és én bármire válaszolok, ha tudom. Tudok, migráció. A kulcskérdés továbbra is Törökország, de néhány megjegyzésem legyen. Erdogan. Két nappal ezelőtt az Erdogan tartott egy beszédet a parlamentben. Én addig kapcsolgattam a hírcsatornákat, amíg megtaláltam Erdogánt, és élőbe végighallgattam. Német fordítása. Iszonyú érdekes volt. Erdogán nem a szaudiakról beszélt. Erdogán elmondta, hogy az elmúlt hetekben hol volt és mit csinált. Kiemelt, hogy itt volt Budapesten, ahol átadták az egyik legismertebb töröknek az emlékhelyét. Elmondta azt, hogy Isztambulban mecset, Ubánt, föld alatt építettek, 9 kilométer hosszan. Elmondta, hogy melyik török városban mit ért el, és utána tért rá a szaudarábiai kérdésre, hogy mi történt Isztambulban az ottani főkonzulátusban. És elmondta, nagyon érdekes volt, hogy minden kérdésben konzultál a szaudi uralkodóval. És elmondta azt, hogy a szaudi uralkodó megengedte, hogy a törökök bemenjenek a konzulátusra, és mindent átvizsgáljanak. Ettől kezdve jött az úgynevezett fekete leves. Egy. Elmondta, hogy a 18 ember hogy jött be, elmondta, hogy meggyilkolták az ellenzéki újságírót, elmondta, hogy hogy mentek haza ezek az emberek, és elmondta, hogy ragaszkodik hozzá, hogy ezt a 18 embert török bíróság elé állítsák. Hát erre nagyon kíváncsi leszek. Mondjuk le a következtetést. Törökország és Szaúd-Arábia küzd a térség vezető pozíciójáért. Szaúd-Arábiát egy 32 éves koronaherceg irányítja, aki hisz abba, hogy amit akar, megcsinál. Ennek keretében elkezdte a jemeni háborút, amit nem tudtak befejezni. Ennek keretében kiközösítették a szunita világból Katárt, mire Katar átment a törökökhöz. Zárójel. Kiválóak a török-szunita és az iráni síta kapcsolatok. Erről soha nem beszélünk. Törökország a térségben a muzulmán testvériséget támogatja, erről sem beszélünk, de annak a mérsékelt szárnyát, mondom magyarul. A muzulmán testvérek átvették a hatalmat, ha emlékeznek pár éve Egyiptomban. Nem tudták megtartani, kiváló volt a kapcsolatuk Törökországgal. Törökország akkor pénzzel segítette őket. Ahogy jöttek a katonák és színre lépett a mai katonai vezetés Sisivel az élen, Törökország szembefordult velük. Szaúd-Arábia kiállt Sisi mellett, Sisi egy helyen volt katonai attas és Szaúd-Arábiában, és ez a fő szövetségese. Máshogy, az isztambuli események egyik tétje az, hogy ki lesz a térség szunita vezető hatalma, másik, mit ad Isten, azonnal oda ment a CIA főigazgató, hogy megtudja, milyen dokumentumai vannak a törököknek, és megtudja, hogy Erdogan mit akar elmondani. Túl sokat nem mondjon el, és ne lépjen fel a szaudi vezetéssel szemben. Nem tudom, figyelték el. Jelenleg Szaúd-Arábiában teljes vizsgálat van, mindent tisztázunk, kivéve azt, hogy kiadtak ki a parancsokat. Nekem rendkívül érdekes volt, hogy a 32 éves koronaherceg, akire eddig nem lehetett rábizonyítani, nem is akarták rábizonyítani, hogy ő utasítására ment a kommandó, fogadta a meggyilkolt újságíró fiát és mondta a részvételt. Nagyon érdekes volt, nem megyek részletekbe, abban maradtunk, bevezetőt tartok, utána jönnek önök, migránsok. Tisztelettel jelzem, hogy a migráns áradat jön. Jelenleg egyik fő irányú a Balkán. Magyarország megépítette a kerítést, ezzel az ország határait biztosítjuk. Második megjegyzés. A tömeg ott van jelenleg az Európai Unió külső határánál, a boszniai horvát határon. Ahogy tegnap az első horvát kordont áttörték. Erről sem beszélünk. A másodikat már nem tudták. A kérdés az, hogy mi lesz néhány nap múlva. Néhány boszniai városban ilyen bihács az élet lehetetlenné vált.
ugyanaz a helyzet, mint nálunk volt a déli határon, és ugyanaz a helyzet, ami néhány nap múlva lesz a mexikói-amerikai határon. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki hogy fogja ezt a kérdést, elnézést kérek, lekezelni. Következő megjegyzés, Spanyolország. A spanyol baloldali kormány, amelyik nem választásokkal került hatalomra, a migránsokat beengedni. Mi a probléma? Hogy a migránsok döntő része nem akar Spanyolországban maradni, hanem a gazdag európai országokba szeretne menni. Ettől kezdve a helyzet itt is nehéz. Mit csinálnak a franciák? Éjjel átszállítják a migránsokat olasz területre és ott hagyják. Mi a kulcskérdés? Hogy mi fog történni most a tavaszi Európai Uniós választások után, mennyire fog megváltozni az Európai Unió összetétele és a vezetése. Juncker állandó részek, tehát vele különösebben nincs mit kezdeni, mennyire fog érvényesülni Merkel akarata. Tehát nagyon sok a kérdőjel, amikor a magyar miniszterelnök azt mondta, hogy nekünk három ország fontos, Moszkva és Oroszország, Isztambul, Ankara és Törökország és Berlin és Németország, ebben minden benne van. Én annak is örülnék, ha önök erről kérdeznének. 30 percet használtam el, picit még szeretnék beszélni. Köszönöm. Következő megjegyzés. Valahol meg kell állítani a migránsokat. Nem azért, mert jó vagy rossz emberek, hanem azért, mert felborítják Európa összetételét. Zárójelbe jegyzem meg, amit az előadás előtt mondtam, elején mondtam, hogy egyetlen országban sem volt sikeres integrációjuk. A dánok előjöttek azzal, hogy felszámolják a no-go-zónákat. Németországban, Bajorország kivételével minden egyes tartományban, 16 tartományban no-go-zónák vannak. A visszaküldése a migránsoknak eddig sehol nem volt sikeres. Én néztem, hány migráns küldtek vissza, ezrelékbe fejezhető ki, tehát ez nem akkora adat. Európa nem globális játékos. Ez egy szörnyű nehéz dolog. Három globális játékos van, említettem most a Kína, Oroszország, Európa nagyon régóta nem az, de úgy csinálunk, mintha azok lennénk, Brexit. Hát nekem rendkívül érdekes az, hogy néhány héten belül meg kéne állapodni. Mit mondott a mély? Hogy 95%-ban megállapodtunk. Ne menjünk bele, költői túlzás. Miben nem tudtak megállapodni? A határok kérdésében. Nem tudtak megállapodni abban, hogy milyen határ lesz Írország és Észak-Írország között. Ha határ lesz, felerősíti a szeparatista mozgalmakat, végre nincs polgárháború. De nem állapodtak meg Gibraltárról, nem állapodtak meg arról, ami az angolok egyik főkérése, hogy szeretnének bemaradni Európába az európai hadipari együttműködésbe. Ez rendkívül lényeges. Ebben óriási pénz van benne. Pont. Néhány héten belül eldől, mi lesz? Tegnap 700 ezeres tüntetés volt Londonban. Ez kétféleképp fogható föl, egy őrületes tömeg, kettő, ez a brit lakosság töredéke. Bármelyiket megválaszolom, ahol fölteszik a kérdést. A brit történelemben nem volt arra példa, hogy egy népszavazás után legyen még egy népszavazás. Hogy az előző népszavazást érdemes volt-e kiírni, amiatt fájjon a Cameron feje, ezt már visszacsinálni nem lehet. De tény az, hogyha kilépnek a britek az Európai Unióból, rendkívüli mértékben meggyengül Nagy-Britannia, és meggyengül az Unió. Erről sem szoktunk beszélni. Mind a két fél vesztes pozícióba kerül. De ezt ma senki nem meri nyíltan fölvállalni. Itt tartunk jelenleg. Oroszország, Kína, persze, hogy megpróbálják kijátszani azt, hogy Európa nem egységes. Második megjegyzés. Minket állandóan támadnak, hogy jó a kapcsolatunk Oroszországgal. Elnézést kérek, kibonyolítja le az Európai Unió külkereskedelmének felét Németország. Kapott bármilyen támadást? Nem. Minket támadtak? Igen. Tessék megnézni, kik Törökország fő partnerei. Minket támadnak, ha Erdogánnal szóválunk? Igen. Honnan jött Erdogán Pestre? Berlinből. Támadta valaki Angela Merkel? Nem. Tehát egy picit korrektabb tájékoztatást várni kell én, mint hülye egyetemi tanár a világtól. Én néhány megjegyzésre, ahogy fejezem be, egy, én nagyon szépen köszönöm miniszter úrnak a meghívást, meg a széket, meg a végén kapok korrupcióként birkahúst, az nagyon bárányhúst, bocsánat, megvan, az pontos, mert különben a nejem nem enged be. Önöknek köszönöm, hogy este ennyien eljöttek, ha jól tudom, azt hiszem 9-kor kezdődik a foci meccs, azt a kocsiba hazafelé hallgatni fogom, a videóton játszik, és bárkinek bármilyen kérdésére válaszolok, ha tudok, a helyzet ténylegesen naponta változik.
Köszönöm szépen. Taps nem kell. Kérdés, ha végén kír valaki a könyvekből, boldogan dedikálom. Köszönöm. Kinek van kérdése? Köszönöm. Igen. Több kérdező is van, úgyhogy mindjárt összegyűjtjük a kérdéseket. Tessék. Ott ketten is jelentkeztek. Tessék, parancsol. Varga Rándor vagyok. Legelőször is köszönöm az előadást. Nem tudom, ilyen moziba, színházban nincs, tátott szájjal hallgattam, csak így tovább, a mindannyiunk megelégedésére. Ami furcsa, és említette itt a lengyelországi kihajózásnál, nálunk, ha valaki egy pohár bort iszik, akkor nem vezethet. Van, aki totál károsan vezeti Európát. Sajnos a liberális rész hasonló módon áll hozzá, és szeretném a véleményét hallani abban, hogy vajon a választások után, illetve addig, hogyan alakul ez a hetes szikkely, amit Lengyelországra és Magyarországra rá akarnak sózni. Hogyan alakul a V4-ek csoportja azzal, hogy az osztrákok és mások mellék állnak, illetve egyáltalán most már ők is kimerik nyíltan mondani azt, hogy ez, ami bevándorlás politika, ez nem jó. Köszönöm szépen. Köszönöm. További kérdés, tessék. István Palancsban. Már a dicsérő szavak az előadás előtt elmondtam, hogy a tisztelet előket kihagyom. Én sor kérdést teszek fel, amire akár te válaszol, hogy válaszol, hogy és nem. Az első az volt a poén, a Zsáncsány poénatossága, hogy a fehér lakosság rövidesen kisebbségre szorul. Ez mikor következik be szerint Németországban? További német kérdések. Lehet-e pászolta a Leola Bajor pártól, egy harmadik lett, mert a számon egy teljesen ilyen csapat? Következő német kérdés. Kicsit lassabban, mert nincs. A zöldek, mi az ördög törvekednek ilyen fantasztikus mértékben, mert elvileg ugyanazt mondják, mint a szocik, amennyire én tudom. Elrosszott a Németországtól. Tudom, kicsit jött ilyen kérdés, de nem értem, hogy józan paraszt észre az oroszok és Európának miért nem tudnak egymáshoz közeledni, ami a károsztért miatt igazán kár verni a balét. Hát legyen így. Mert ugye az egyiknél ott van az energia, a másiknál a technológia, tehát elvileg együtt hamarabb lennének romani haladás elmondására képesek. A további szintén kísérkölti kérdés, hogy ahogy elnézem a világpolitikai helyzetet, a Kim Jong-un is megúszta majd a felelősségre vonást, mert ő már a sokaik ballonbelítő meggyilkos, aki megúszta itt Sztálin és sportoton keresztül, ez is csak furcsa. És akkor egyelőre ennyi a lehetőség, hogy több ügyekek, aztán lehet, hogy ez második. Biztos, hogy lesz második, hogy elnézem. De ha van egy járvása volt az én kérdésre, mert mindig felteszek azt, hogy én is mondtam el. Tessék, akkor összegyűjtjük volna a következő kérdés a kérdéseket. Professzor. Köszönöm. Hát két kérdéskört kaptam. Az első, hogy jöjjünk el részek. Igen, már hétfő reggel is. Hetedik cikkely. Ezt a valóságban még soha nem alkalmazták, és a lengyelek megígérték, hogy ez komolyan veszi az Európai Unió, akkor megvétózzák. Zárójel, ha a lengyelekkel szembe akarják csinálni, akkor mi vétózunk. Az Európai Unió egyetelhetne, hogy aki fölfüggeszti a lengyelek szavazati jogát, tehát azért ez nagyon messzire vezetne Lengyelország a térség vezető oldalon. Ön azt mondta, hogy a V4-ben mellénk állt Ausztria, én kiegészítem, és Olaszország és Bajorország is lehetne folytatni. Tehát gyakorlatilag én mindig elmondom, hogy lehet Orbán Viktort szeretni, vagy nem, de amit mond, az időt igazolja. Még egy, én a választási harcban elég sok előadást tartottam, én elmondtam azt, hogy ma nincs magyar baloldal, nincs liberális párt, és nagyon sok egyéb sincsen. Tehát gyakorlatilag, amit Orbán Viktor mondott 2015 környékén a migrációról, az bejött. Az idő őt igazolta, és nem azért álltak mellénk a többiek, a V4-ek, a bajorok, az osztrákok, az olaszok, mert szeretnek vagy nem szeretnek, hanem azért, mert ugyanezt élték át, amit mi. Hát én rendszeresen járok Ausztriába, most novemberben háromszor kell kimennem egy értekezletre. Nekem van egy német szak végzettségem, én szégyellem, de németül pont úgy tudok, mint magyarul.
Hát a határon ellenőrzik a furgonokkal jövőket és a harmadik világból érkezőket. Ha figyelték a híreket, az osztrákok ma a bajor határ, az osztrák-magyar határ határátkelő helyeinek a felét felszámolták, hogy migráns ne tudjon átmenni, mert nem kérnek belőle. Tehát az osztrák migrációs politika ma elnézést lefedi a magyart. A második kérdés az volt, hogy mikor lesz fehér kisebbség Európában. Hát akkor, ha nagyon hülyék vagyunk. Az USA-ban más a helyzet, az USA-ban vannak az ázsiaiak, az USA-ban vannak a spanyolok, és vannak a feketék. A népszaporulat sokkal nagyobb, Obama alatt a bevándorlás 100 ezer főbe volt évente engedélyezve, a Trump levitte 50 ezerre, majd tovább vitte le. Minden embert, aki belép az USA-ba, egyenként ellenőriznek. Én azt szoktam mondani, hogy ha Soros tényleg ennyire izgul a migránsoké, vigye be őket az USA-ba, tűzparancs fogja őket fogadni, a Soros pedig aznap lecsukják, függetlenül, hogy 87 éves. A második kérdés az volt, hogy mi van az AfD-vel. Az AfD németül Alternative für Deutschland, alternatíva Németországért. Erre gondolt, erre a párt? Nem, a harmadik egy idegen párt, ami csak ott van. Freya Wähler, mondom, szabad választok, akkor erre válaszolok. A Freya Wähler egy rendkívül érdekes bajor sajátosság, sehol másod nincs. Ők a Polidónak kölcsalódtak a CSU-ba. Erre rögtön rátérek. Bajorországban az elmúlt, hát, tizenvalahány évben bevándorolt 5 millió német, nem migráns, német. Északról, középről és a Gold NDK-ból, de ezek nem CSU pártiak. És egyre több ember azt mondja Bajorországban, hogy fütyülök rá, mi történik a világban, engem nem érdekel Európa, engem az érdekel, hogy az én mikrokörnyezetemben, a falukban, a városból élek, a dolgok jól menjenek. Ők a szabad választók. Ezek egy része korában CSU-tag volt. A CSU első percben abból indult ki, hogyha nincs abszolút többsége, ezt elvesztette, 47%-kal előző ciklusban abszolút többsége volt, most 37 hetet kapott, tehát valakivel össze kell fogni. Érdekes volt, a zöldek szóba jöttek, de a zöldek olyan győzelmet arattak, ez a következő kérdés, majd elmondom, hogy ha velük összefognak, a zöldeknek nagyon sok követelése lett volna, ami ütközik a CSU elveivel. Többek közt a migráns kérdésbe. A Freya Wähler ugyanazt mondja, mint a CSU, nem kellenek migránsok. A választás estén én a német tévét néztem. Rendkívül érdekes volt, a tévé vitát a bajor párt miniszterelnök jelöltje, az Öder folytatta le, a zöldekkel, az összes többi párt később szerepelt. Látszottak az ellentétek. És az Ödernek első este, a választás estén, az előzetes eredmények közétételekor a Freya Wähler, tehát a szabad választók fölkínálták, hogy fogjanak össze, összefognak. Megállapodnak, 99% hogy igen, de ez egy bajor sajátosság. Ilyen párt Németország maradék 15 tartományában nincs. Zöldek növekedése. Ez egy nagyon érdekes dolog. Rövid leszek. Egy. A 70-es években, amikor a zöldek létrejöttek, akkor a Franz Josef Strauss, aki az egyik legmeghatározóbb német politikus volt, azt mondta, hogy a zöldek olyanok, mint a paradicsom. Most zöld, később pirosak lesznek. Kettő. A zöldek őrületesen jöttek fölfelé, mert rátapintottak arra, hogy a német lakosság jelentős részét a környezetvédelemtől szenved. Három. A zöldeknek két ága van. Ebből az egyik a reáló, tehát a reális zöldek. A párt élén hagyományosan két ember van, egy volt miniszter Schleswig Holsteinből és egy hölgy. Ketten ők most kiválóan együttműködnek, kiemelik, ők nem mennek bele abba, hogy a biztonságpolitikában mi van, hogy az oroszok, amerikaiak hogy tárgyalnak, ők kiemelik azt, hogy a Stuttgart projekt megy vagy nem megy, az erdők felszámolásával mi van, az atomerőművekkel mi van, és amit kimondanak, az a német lakosság jelentős része számára elfogadható. Tehát a zöldek följöttek 20% körüli eredményre, és Hessenben is ennyit várnak tőlük. Ez egy környezetvédelmi párt, bele lehet menni, hogy jobb vagy bal, de én hiszem azt, hogy ma nagyon sok minden jobb vagy bal oldala nem fogalmazható meg, mert nem ez a régi valóságot fejezi ki, a jelenlegi sokkal kevésbé. A párt eddigi vezetője az Özdemir volt, aki egy török származású srác, aki be akart lépni a kormányba, hogyha létrejön egy úgynevezett Jamaica koalíció, tehát CDU-CSU, liberálisok és zöldek, ő kérte magának a külügyminiszteri posztot, de a liberálisok utolsó percben kiváltak.
A következő kérdés az volt, hogy az oroszok és japánok miért nem közelednek. Rendkívül egyszerű, mert a történelemben végig egymás ellen harcoltak. Hát nagyon érdekes, a japánok az első világháborúban beléptek az Antant oldalán, nem tudom, mielőtt mennyit tudnak. De előtte német fegyverszállítmányt kértek és közölték, hogy megtámadják a térség nagyhatalmát. A németek leszállították a fegyvert, majd Japán megtámadta a német fegyverekkel Németországot. A Humboldt Egyetem falára kírták, hogy angol-francia és amerikai diákok a háború alatt nem léphetnek be, japánok soha. Hihetetlen érdekes. A japán-orosz háborúban az orosz flottát szétverték, ha mond ez valami csúzima. A második világháborúban a szovjetek elvették Japántól azt a négy vitatott területszigetet, amiről ők azt mondják, hogy Kuril, Japán viszont azt mondja, hogy ez földrajzilag nem Kuril. Ennek azért van jelentősége, mert egy, belátni a legészakibb japán nagyszigetre, kettő, mert rendkívül értékesek stratégiailag és halászatilag. Gromyko azt mondta a 60-as években, hogy ha megkötik Japánnal a megállapodást, hát jelenleg nincs békeszerződés, akkor a négyből két szigetet visszaadnak. Következő. A Szovjetunió bomlása előtti hetekben három szovjet delegáció indult el a világba. Az egyik Pestre, hogy vásároljuk vissza Kárpát-Ukrajnát, a másik a németekhez, hogy vásárolják vissza Kelet-Poroszországot, a harmadik elment Tokióba, hogy vegyék meg a négy vitatott szigetet 300 milliárd dollárért. Azóta sincs megállapodás, önnek teljesen igaza van, hogy ha kibékülnének, hihetetlen jól egymásra tudnának épülni, az ügynek egy szépség hibája van, hogy Szibériát szőröstől bőröstől követelik a kínaiak. Ma nem, majd Putyin után. A Szibéria jelentős része kínai császári terület volt, amit az orosz cárok vettek el a kínaiaktól, már telepítik be a kínai idézőjelbe önkénteseket, én 10 évet kérek Putyin után, és előveszik a szibériai kérdést. Megnézem, volt-e még kérdés? Igen, egy, a Kim Jong-un jövője. Ön azt mondta, hogy egy tömeggyilkos, igaza van. Na és? Nem értem a kérdést. Hát, ha ma leváltanák azokat a politikából, akik hülyék, a világ 80%-án a politikusokat ki kellene rúgni. Ha leváltanák a tömeggyilkosokat, hát Afrika jelentős része vezetés nélkül maradna. Én nagyon rövid leszek, én rengeteget tudok erről beszélni. Egy. Vegye meg, legyen szíves megjelent magyarul a Tennet visszaemlékezéseit. A Tennet a CIA főigazgatója volt, aki azt mondta, hogy a harmadik világháború két helyen törhet ki, Észak és Dél-Korea, valamint Irán és Izrael közt, egyetértek. Kettő. Nem megyek bele az észak-koreai politikába, egyetlen megjegyzés. Észak-Korea azt mondta, ha lett volna atomfegyvere Japánnak, nincs Hiroshima Nagasaki, ha lett volna atomfegyvere Líbiának, Kadhafi ma is élne, ha lett volna atomfegyvere Iraknak, Saddam Hussein hatalma lenne. Tehát számára az alap az atom. És tárgyalóasztalhoz kényszerítette Trumpot. Mind a ketten úgy álltak föl, hogy ők győztek. Hát ez teljesen logikus. De újabb csúcs találkozó lesz a novemberi helyhatósági amerikai választások után. Mi a cél? Az amerikaiak célja az, hogy Észak-Korea szerelje le atomtölteteit. Mi az észak-koreai cél? Hogy kapjak annyi pénzt, hogy a kommunista hatalom stabilizálódjék. Kim Jong-unnal vagy nélküle? Én nem tudom, elmondtam el múltkor, hogy évente egyszer voltam Kínában. Fantasztikus világ. És akkor először voltam és leültek velem vezetők beszélgetni, azt a kérdést tették föl, véleményem szerint hogyan lehetséges Kínába svéd típusú demokráciát építeni a kommunista párt vezetésével. És én azt hiszem, hogy hülyeskednek. Halálkomolyan gondolják, nem akarják a hatalmat kiadni a kezükből. Lásd azt, hogy a mai pártfőtitkár két ciklus után nem vonul vissza. Tehát Ázsiából a világ máshogy néz ki. Pont. Köszönöm. Szépen itt a kérdésre még visszatérve, én úgy értettem, hogy Vándoki István barátunk azt kérdezte, hogy a németeknél mikor fog megfordulni a fehérek rovására az egyensúly. Én erre válaszoltam, azt mondtam, ha hülyék leszünk, ha nem zárjuk le a határaikat, ha nem küldjük vissza mindazokat, akiket lehet. Azért annyit látni kell, hogy ma a Németországban a lakosság egy negyede már nem német származású. Egy jelentős részük, mielőtt félreértés van, Európai Unió származású. De egyre több a színes bőrű, akik nem tudnak integrálódni. Egy megjegyzés. Én nem tudom, mondani ez a név valamit, hogy Szavicin. Ez egy szociáldemokrata srác, 1945-ben született.
tizenvalahány évvel ezelőtt kiállt azért, hogy nem kellenek Németországba migránsok. Lefasisztázták, leárulózták, minden állásából kirúgták. Ő a Német Nemzeti Bank felügyelőbizottságában volt. Ő Berlin egyik szenátora volt. A Pali teljesen tönkrement, eltorzult az arca, alig tud beszélni, és most adott egy interjút pár nappal ezelőtt, ahol azt mondta, hogy ha hallgattak volna rá, akkor nem lett volna migráns probléma. Köszönjük. Köszönjük szépen. További kérdések? Tessék nyugodtan. Tessék. Mennyire áll a migráció szervezése mögött? Most nem személy szerint csak Soros Györgyre gondolok, hanem a mögötte lévő üzleti körökre. Orbán Viktor egyszer kimondta, hogy tulajdonképpen a nemzetállamok etnikai alapját akarják most már elrombolni. Hát nyilván az egy világkormány pozsavar létre. Ön szerint van ennek belátható időben realitása, vagy ez még késik? Köszönöm. További kérdések? Tessék, ugottam. Tessék. Én azt nem értem, hogy a németeknek miért jó az, hogy mindenféle ellenőrizetlen tömeget beengednek. Én értem, hogy munkaerőre van szükség, de a munkaerő behozatalát ezt meg lehet oldani másképp, hiszen kiküldnek fejvadászokat, azzal kell 500 plusz sofőr, stb. Nem értem, hogy miért kell nekik ez az ellenőrizetlen tömeg mindenféle dokumentum nélkül. Ugyanis valahol olvastam korábban, hogy az öbölment államokban, ahol tízezével vannak pakisztáni, meg indiai, meg bangladesi vendégmunkások, dolgozhatnak, de arról ne is álmodjanak, hogy családegyesítés lesz és állampolgárságot kapnak. Dolgozhatnak, megkapja a pénzét, hazaköltheti a családjának, hazaismert szabadságra, de arról ne is álmodjon, hogy valaha is a állampolgárságot meg családegyesítést kap. Ez miért nem jó a németeknek? Azt én elhiszem, hogy sok munkaerőre van szükség, de azért, tehát így beengednék egy ellenőrizetlen csőcseléket, már elnézést a kifejezésre, el sem tudom képzelni. Hogy honnan veszik? Én oda mennék, hogy Kis Jóska, de közben Nagy Pista. Tehát bemondás alapján adnak mindegy, hogy egy másik papírt, kizárólag le tudja előzni, hogy ki egyáltalán kicsoda. Ezt egyszerűen nem értem, miért jó, mikor van, lenne itt normális megoldás is erre. Köszönöm. Köszönöm, tessék további kérdés, tessék. Többen jelentkeznek, de szépen működjük. Ha kell, akkor csinálom még egy harmadik. Ha jól emlékszem, bennünk egy hír, hogy Macron Csehországban és Szlovákiában utazik, kíváncsi lennék az önvéleményére, és hogy mi merre reménykedik, vagy mi merre reménykedik. Köszönjük. 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 Professzor úr, tudok hangszóró nélkül is, vagy mikrofon nélkül is hangosan beszélni, a tárgyalóteremben úgy kell beszélni, hogy mindenki hallja. Professzor úr, amikor én megtudtam, hogy jön Karcagra, én azt gondoltam, hogy rengeteg kérdést föl fogok tudni tenni, de most már teljesen elbizonytalanodtam a bevezető után, hiszen annyi területet érintett, amelyik mind-mind a politikában a gondot és a problémát hordozza magában. Egyet választottam ki, mint nagyon sok más embert, engem is rendkívüli módon aggaszt a kárpátaljai magyaroknak a helyzete. Nem vagyok tisztában azzal, hogy hogyan áll az ukrán közeledés a NATO-hoz. De azt tudom, hogy az aktuál politikában, és elsősorban a külügyminiszter úrnak a nyilatkozataiból, hogy Magyarország abban a helyzetben van, hogy adott esetben akár lassíthatja, vagy akár elodázhatja Ukrajnának a NATO-ba való belépését. Azt szeretném tudni, hogy ez mennyire lehet kézenfekvő és elég erős eszköz a magyar külpolitika kezében és számára, hogy adott esetben, ha ez a dolog fölmerülne, mennyire sülne ez jól el, és mennyire tudnánk valójában mindezt a kárpátaljai magyarság helyzetének a javítására fordítani. Köszönöm szépen! Köszönöm, tessék! Most köszönöm, már csak javaslom. De bocsánat, akkor jó? Csak egyetlen kérdésem, hogy a kurd, a
kancelláló tevékenységét nem teljesen értem, ebben egy kis okítást kérek, hogy van-e állománya a Macron és mondjuk az Orbán-Szalvini vagy az Orbán-Véni vonal között? Tehát most nem maradtam ebben az egy témában, tehát hogy a Kurz kancelláló álláspontjai, migráció és egyéb fontosabb európai politikai kérdésekben most hol is áll és hova is vezet, és lehet-e harmadik vonal az, mint mindig mondott? Köszönöm. Köszönöm, tessék. Köszönöm szépen, Kovács Attila vagyok. És az előző kérdezőhöz csatlakozni a NATO-val kapcsolatban, ugye köztudott, hogy jövőre lesz 70 éves a NATO, és 20 éve, hogy Magyarország, ugye Csehországgal és Lengyelországgal együtt belépett a NATO-ba. Annak idején volt egy ilyen elég gyenge vicc, de hát ismerjük a történelemben, hogy amelyik szövetséghez mi csatlakozunk, az általában ugye vagy veszít, vagy megszűnik. Kérdésem hozzád, hogy mi a véleményed a NATO-ról, van-e a NATO-nak jövője, annak fényében, amit itt a globális helyzetről mondtál? Köszönöm. Köszönöm. Még én is szeretnék csatlakozni itt elhangzott kérdésekhez. Ugye itt szó volt arról, hogy Putyin miatt támadják Orbán Viktort és Magyarországot. Tehát az osztrák kancellár Sebastian Kurz 4-szer tárgyalt Putyinnal ebben az évben. Érdekes módon őt nem lőtték emiatt, mondjuk a németek tudtommal, vagy nem tudom, csak elkerülte a figyelmemet a tényleges helyzet, hogyha erről hallne, hogy az osztrákok hirtelen mérkeztek közeledni az oroszokhoz. A magyar történelemnek vannak azért előképei, ugye, amikor osztrák-orosz közeledés volt, az ember ilyenkor mindig felkapja a fejét egy kicsit, és talán még annyit, hogy a osztrák határőrizet. Hát érdekes, hogy a osztrák-magyar határon nézik a migránsokat, egyébként ilyen szemrevételezéses módszerrel, tehát szerintem csak a fizimiskáját nézik az utazóknak, a bőrszínét. De ugyanez megvan a német határon is, miközben Magyarország felől, hát ugye itt kerítés van, tehát nem olyan könnyű menni. Érdekes, hogy pont ezen a határon nem tudom, mire számítanak. Hát még szerintem ez a kérdés olyan, hogy érdemes ezt érinteni, hogy vajon más határokon, mondjuk a osztrák-szlovén, az osztrák-olasz határon, vagy a német-svájci határon, vagy a német-francián, ott nézik-e vajon az embereket olyan alaposan, mint hogyha valaki erről felől próbálkozna, vagy akár a cseh-német határon, ha erről hallhatnánk. Van-e még kérdés? Én csak egyet szeretnék még ehhez a kérdéskörhöz kapcsolni, hogy Orbán és Putyin nyugat-európai politikusok és Putyin. Hát közben volt egy esküvő is, ha jól tudom, Ausztriában, és ugye ezen az esküvőn teljesen mindegy, hogy milyen minőségben jelent meg, de hát mégiscsak egyik világhatalomnak a vezetőjeként volt jelen. Én azt gondolom, hogy enyhén szólva pitiáner dolog és méltánytalan Magyarországgal szemben úgymond ezt az orosz kártyát kijátszani. Köszönöm. Hogy következő. Hogy válaszoljon? Kaptam kb. 200 kérdést, próbálom. Nagy tőke. Tudomásul kell venni, hogy ma a tőke koncentrálódik. Ma a világ vagyonjainak döntő része az emberiségnek kevesebb, mint 1%-ának van a kezében. És ezek közt vannak amerikaiak, oroszok, arabok, zsidók, indiaiak, főleg a maharadzsák, soha nem beszélünk róla, és kínaiak. És tudomásul kell venni, hogy ma néhány világcég éves forgalma több, mint egy nyugat-európai ország GDP-je. Elnézést kérek. Hát az USA-ban volt egyszer egy olyan mondat, hogy ne legyen belőle amerikai elnök, mert túl tehetséges hozzá. Hát tessék megnézni, mit mondott Merkel egy napja, hogy nem kell a dízelautók ellen föllépni. Miért mondta? Mert ő is tisztában van a német realitásokkal. Kérdés. Németország ellenőrizetlen beengedett embereket. Ez megint baromi nehéz. A németek részéről Merkel azt mondta, hogy amióta ő kancellár, három sikeres integrációt hajtott végre. Én erre írásban válaszoltam. Egy, integrálta a Szovjetunióból bejött németeket. Ezek döntő része soha nem volt német, hamis papírokkal jöttek, és nem integrálta őket. Kettő, integrálta a Németországban lévő 4,5 millió törököt. Soha. Rendszeresen nézem a német-török vitákat. A törökök közlik, hogy másodrangú állampolgárok. A Marburgi Egyetemen tanul a legtöbb török diák, 90% úgy érzi, hogy Németország nem fogadja be. Itt abban maradtunk, hogy a szexre visszatérünk. A legtöbb török abban indul ki, hogy nagyon jók a német szerető csajok. De feleségül csak török szűzlányt hajlandó elvenni? Iszonyú nehéz kérdések. Bejelentette, hogy a harmadik sikeres integráció, hogy integrálta a 17 millió kelet-németet.
Nem. A keletnémetek 11%-a már az NDK, volt NDK-ból átköltözött a régi nyugat-német tartományokba. A német újraegyesítés után közel 30 évvel a GDP az NDK-ba, volt NDK-ba 27-28%-kal alacsonyabb egy főre, mint a volt NSZK-ba. Tehát egyetlen sikeres integrációt nem tudott Merkel végrehajtani. Ellenőrizetlen engedés. Hát Merkel mondott három büfszót. Egy, aki szír jöhet. Ettől kezdve mindenki azt mondta, hogy szír. Kettő, hogy nincs Obergrenze, tehát felső határ. És a harmadik, hogy Willkommens kultúra van, Isten hozott kultúrája. Egyik sem igaz. Itt elhangzott a fejvadászok. Amit mondott, valaki kérdezte, hát ez évtizedekig így volt. A német kormány és a fejvadászok, mondhatom, hogy a konszernek képviselői elmentek Európa szegénye felébe, a görögökhöz, törökökhöz, olaszokhoz, stb., portugálokhoz, spanyolokhoz, és azt mondták, hogy nekem kell ennyi és ennyi, ön azt mondta buszsofőr. Igen, de ennyi informatikus, ennyi tanár, ennyi egyéb, és hozták be. De ez megváltozott a migránsokkal. Én találkoztam, és nagyon szeretem, és írtam róla már a Hans-Georg Maasent, aki a Német Alkotmányvédelmi Hivatal elnöke volt, most kirúgták, nem megyek bele a sztoriába, de a Maasent azt mondta 2015-ben, hogy napi 1000 embert tudunk ellenőrizni. Napi 3000 embert nem tudunk ellenőrizni. Elképesztő mennyiségű ember mondta magát szírnek. Lehetetlen, nincs annyi ember a német titkos szolgálatoknak, hogy ellenőrizzék, hogy aki bejön, az-e, akinek mondja magát. Én néztem Fekete-Afrikáról szóló filmeket. Ahogy Fekete-Afrikából hozzák fel a migránsokat a földközi tengermenti arab országokba, Algéria, Líbia, Marokkó, stb., kidobják a kocsiból a papírjaikat. Hát elnézést, itt valaki azt mondta, hogy ha ő elmenne. Ha én elmennék bárhova papírok nélkül, nagyon lennének. Szóval ezeket azért egyszer jó tisztázni. Következő megjegyzés. Öbölmenti államok. Én valamennyit végigjártam. Egyetlen országban lehet valaki állampolgár, ez Omán. Sehol másod. Ománban is csak úgy, ha nő, és valamelyik helyi arab veszi el, és a négy feleségből ő az egyik. Én nem tudom, elmondtam el múltkor, hogy Ománban ott rögtek a őrök, mert az egyik mecsetben imádkoztak az ukrán csajok, baromi jól néztek ki. Mondták, hogy hát Mekka felé kéne fordulni, ezek erre fordulnak, Mekka arra van, tehát ez a legkevesebb. És mondták, hogy ebben a mecsetben nem lehet imádkozni, de hogy imádkozzanak. Az összes többi országban, Dubai is lehet sorolni, nem kaphat soha állampolgárságot. Az én sofőröm egy pakisztáni fiú volt, akinek a nagyapja jött be. Itt dolgozik. De pakisztáni útlevele van. A legkisebb hibánál kirúgják. Soha nem lehet állampolgár. Én elég sokat foglalkoztam ezzel a térséggel, ha rákérdeznek, én szívesen válaszolok, a kérdezőnek igaza van. Következő kérdés az volt Macronnak, mi volt a célja. Macron célja egyértelmű a francia tőke kihelyezése, Németország volt tőkebehozatal és a V4-ek egymás elleni kijátszása. Abszolút ez a célja. Macronnak a belpolitikai bázisa leszűkült, és próbál külpolitikai sikereket elérni. Kárpátalja. Én egy püspökkel rendszeresen járok ki Kárpátaljára, és viszünk ki küldeményeket. Szörnyű a helyzet. Tehát mikor nekem azt mondják Kárpátalján, a helyi püspök, magyar püspök, hogy értse meg, hogy ha ő nem segíti a mamáját, akkor a mamának vége van, mert a nyugdíjából vagy a gyógyszereket tudja megvenni, vagy élelmiszert, a kettő együtt nem megy. Kárpátalja, 20-25 ezer forintos fizetések vannak. És azt mondták, hogy nézze meg, milyen boldogság Szabolcs-Szatmárba élni, mert ott lehet keresni havi 90 ezer forintot is, aztán hogy süllyedek. Elképesztő filléres árak vannak ott, magyar aggyal, de nem kárpátaljai aggyal. Ukránok. Kérem, Magyarország egyértelművé tette, hogy kiállunk a kárpátaljai térségben lévő magyarok mellett. Ezek aránya a térségben 9-11%. De nehogy félreértést legyen, azt támogat minket, akinek ott kisebbsége van, ezek a románok és a lengyelek. A világon senki más, bocsi. A törvényeket a kisebbségekkel szemben nem ellenük hozzák, hanem az oroszokkal szemben. Én végigjártam most írnén a Baltikumot. A Baltikumban élő oroszok a függetlenség után 91-ben lettek függetlenek, 27 évvel még mindig nem kaptak állampolgárságot. Mindent megtesznek az orosz nyelv visszaszorítására. Ugyanezt csinálják az ukránok. Ebbe beleesnek most Kárpátalja vonatkozásában a magyarok.
Senki a világon nem szól, hogy az egész oroszokkal szembeni kisebbségi politika alapvetően elvtelen. Amerikai nagykövet, tessék megnézni, mit mondott, egyik stratégiai célja Magyarország és Ukrajna közelítése. Benne vagyunk, ha garantálják a kárpátaljai magyaroknak a szükséges jogokat. Európai Unió. Az oroszok azt mondták, hogy nyugodtan vegyék fel Ukrajnát az Európai Unióba, szét fog hullani magától az Európai Unió, ha ezeket fölveszik. NATO. Az orosz álláspont az, hogy nem lehet fölvenni, zárójel nem lehet fölvenni olyan országot, ahol háború van, mert abban a percben a NATO közelebb kerülne Oroszországhoz, mint annak idei Hitler. Következő. Én el szoktam mondani, én befogadnék boldogan egy menekültet, nem hiszem, hogy van, aki nem értene velem egyet. Meggyilkoltak egy orosz ellenzékét 2-3 évvel ezelőtt Moszkvában, és a barátnője volt az ukrán szépségkirálynő. Tehát én vállalnám azt, hogy a nejem morog, de én 2-3 hétre befogadnám, és szerintem a baráti köröm utána átvenné, de ezt poénnak szánom, ha holnap lejön az Indexbe, tiltakozom. A következő kérdés az volt, Index. Nekem barom érdekes, kb. Fél évente írtak rólam egy negatív cikket. Utoljára nyáron írtak, nem tudom mi van velük, most már késősz van. Arra a cikkre ma válaszoltam, tehát majd meglátjuk, mi lesz. Kurd. Ha egyetértenének, sem merik kimondani, mert ez egy érdekes kérdés. Kurz. Kurz osztrák érdeket képvisel. Kurz egy fiatal srác, nem fejezte be az egyetemet, mert időközben külügyminiszter lett. Nagyon tehetséges. A migráció kérdésében nagyon sok mindenben egyetért velünk, de nagyon sok egyéb kérdésben nem, és ő a bécsi álláspontot képviseli. És abból indul ki, hogy december 31-ig, amíg Ausztria, az Európai Unió soros elnöke bármit, szinte bármit megtel. Én rendszeresen vagyok odaállt, látom azt, hogy az osztrákok mennyire kihasználják ezt a 6 hónapot Ausztria javára, NATO. Hát ez egy érdekes kérdés, Magyarország belépett a NATO-ba, akkor én épp a NATO-ba tanultam. Rendkívül érdekes volt, az öt lévő román delegáció felállt, és közölték, hogy ők mind pártagok voltak, de nem voltak tagjai a Securitate-nak. Senki nem tudta, hogy mi a franc az a Securitate, tehát én néztem, és ezt még formailag is hülyén adták elő. NATO keresi a helyét, szerepét. Most megcsinálta a történelem egyik legnagyobb hadgyakorlatát 50 ezer fővel Norvégiában. Németül volt egy olyan szó, hogy Feindbild, ellenségkép. Ezt megváltoztatták a rendszerváltáskor Bedrohungsbildre, fenyegetettségi képre. De a NATO nagyon kereste és keresi helyét, szerepét, és most megtalálták abba, hogy Oroszország ellenesek. Utolsó kérdés, a miniszterről mondott két dolgot, Putyin. Hát én azt írtam fel, amit ön kérdezett, Putyin elment a osztrák külügyminiszter és külhelyére. És elvitt magával egy kozák ilyen társaságot, akik ott énekeltek. Hát elnézést kérek, ha élt volna a Szijjártó esküvőjére, egerkeverő botrány lett volna, így semmi. A másik megjegyzés, határellenőrzés. A többi határt is ellenőrzik, de sokkal szelektívebben. Ők délről megpróbálják a migránsokat kiszűrni. Ahogy csinálják, úgy nem egyszerű. Pont. Köszönöm. Még volt jelentkezés, tessék, nyitottam. Még egy harmadik kört megnyitunk, és akkor utána majd zárjuk a mai estét, tessék. Azt hiszem, hogy egy többször elhangzott a román kifejezés. Nagy-Románia megalakulásának ünnepe környékén vagyunk. Én nem tudom, hogy mikor van, nem is ünneplem, de rettentően fáj, amit Székely testvérénkkel csináltunk. Erről szeretnék röviden hallani valamit. Köszönöm. Tessék, közében. Köszönöm, Bányi vagyok. Egy igencsak érdekes kérdésem lenne professzorhoz. Ön hogy látja a migrációnak és a genetikai megmódosított élelmiszerek elterjesztésének a világban? Lehet-e közös gyökere? Hiszen úgy tűnik, mintha ugyanolyan érdekkörök és ugyanolyan érdrendszerek mentén találnának pártolókra egyes országokban, és a pártolókkal, akik lehetnek adott esetben befolyásos emberek is, azokkal mondhatják el azokat a világuralmi törekvéseket, amik gyakorlatilag az egyes országok képére levetítve, mintha valós érdekeket képviselnének. És ebben egy igencsak furcsa és érdekes kép a Monsanto és a Bayer összefonódása, ami, ha jól tudom, akkor most egy picit megtorpan, mióta a Monsanto
igen komoly jogi problémákkal küzdik az általa forgalmazott genetikailag módosított növények kezelésére alkalmas növényvédő szerek miatt, hiszen ezekről kiderült, hogy rákkeltő hatásak, és ezzel kapcsolatosan terep tízezrei vannak folyamatban már az USA-ban. Van már nyertesper is ilyen szempontból a károsultat nyertek már a Monsantóval szemben, és amikor az amerikai nyugdíjalapok pénzét fektették, és ezt a genetikai módosítást igyekeztek a világban elterjeszteni, ez idővel, hogyha nem talál elég gazda testre, gazda országra, akkor nagy valószínűséggel a fogyasztók elérdekeltsége miatt és a gazdák elérdekeltsége miatt ez kifulladhat, és a Bayer bevásárolt egy olyan cégből, amelyik gyakorlatilag a felszámolásra is lehet ítélve, hogy ez több mint 10.000 per nyeréssel záruljuk, hiszen az első per 290 millió dolláros kártérítési büntetés fizetése kötelezte a Monsantót az amerikai bíróságra. 290 millió dollárra egyetlen vesztes per esetén egy kertészt nyert a lapját a Monsantóval szemben. Tehát az én kérdésem az, hogy ez akart a két globális tendencia, ez mennyiben fonódhat össze, mennyiben lehetnek közös gyökerei. A másik kérdésem pedig az, hogy a romániai szóba került, mennyiben értékelődött föl Románia stratégiai pozíciója, hiszen azt láttuk, hogy a leszerelésben lévő rövid és közepes hatótávolságú, akár Robbanófejt és Szájtán képes rakétát telepítése megkezdődött Romániába, és Putyin elnök azt a fenyegette meg Romániát, hogy kénytelen lesz az atomfegyvereit arra az országra irányítani, amely országba ilyen fegyvereket telepítenek az ő hatótávolsága közelében. Ez a két kérdésem. Köszönöm. Tessék, van-e még további kérdés? Tessék. Köszönöm szépen. Most nyertem, hogy üdvözlöm professzor többedik alkalommal. Nekem mindig az ön előadásaiban az ragad meg, hogy mindig elejt egy olyan témát, témák között, egy apróságot, amire célszó odafigyelni, csak soha nincsen idő arra, hogy ezt kifejtődjön India. Nem ejtettem el, de kifejtem. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tessék, még van a kérdés. Hozzáállnak a kérdések során még én két rövid kérdést szeretnék föltenni. Az egyik az, hogy a MÁSZ ügyet említette, de professzor úr, hogy esetleg egy kicsit többet, ha hallhatnánk róla, itt volt ugye egy ilyen leváltásos történet a németeknél, ami Merkel asszonynak a hitelességét is érinti. Érdekesek ezek a dolgok, hogy van isiász is az alkoholtól, vagy nem tudom mitől, aztán vannak ilyen megingások ott a német politikában, tehát szerintem itt magának a demokráciának a működési mechanizmusába is kerül néha homokszem. A másik kérdés pedig az, hogy kevés szót váltottunk itt az ellenzékről. Én arról érdeklődnék, hogy nyilván van egy karakteres magyar álláspont, most pedig az ellenzéknek én úgy látom bármilyen hihetetlen, így a vezér alakja Gyurcsány Ferenc kezd lenni, úgy fölénőtt valahogy, vagy a többiek töppettek meg, vagy estek szét, de úgy fölénőtt ugye az ellenzéki politikai tábornak, hogy mi lenne, ha ők lennének mondjuk a mostani karakteres magyar állásponthoz képest, mert ezeket a véleményeket ugye az ember olvassa, hallja, itt is egy vélemény, erről is egy vélemény, arról is egy másik vélemény, de arra kevés mód volt, hogy mondjuk néhány körmondatban egy B-verzióját is a magyar külpolitikának, egy lehetséges B-verzióját felmutassuk, mert egyébként szenvedtük éppen eleget 2010 előtt, hogy milyen volt az, amikor ugye a merjünk kicsit lenni filozófia érvényesül, de hát ez már messzire van. Milyen lenne, ha most merne kicsi lenni valaki a kormányzatban? Köszönöm. Köszönöm, kezdem. Románia. Én mindig elmondom, amit gondolok, legfeljebb nem hívnak meg többet, de akkor nem lesz pörköltem, tehát próbálok kultúráltan fogalmazni. Az összes szomszéd országra igaz, hogy meg akar szabadulni a nemzeti kisebbségeitől. Nem csak a magyaroktól, de főleg a magyaroktól. Hát megjelen most egy könyv a Romsicsnak, az a cím, hogy Erdély. Nézzék át a könyvet, lehet Romsicssal egyetérteni, vagy nem egyetérteni, de a könyv az nagyon jó. Második. Én, amikor egyetemista voltam, 2,4 millió magyar volt Erdélyben, most a fele.
Tessék szeslen megnézni a Potápi áramtitkár úr előadásait, aki azt mondja, hogy 10 évente hány százalékkal nő mindenütt a magyar, csökken, bocsánat, kérek, a magyarok aránya, kivéve Kárpátalját, ahol 3 gyerekes családmodell van. Mindenki abban érdekelt, hogy az ott élő magyarok, szlovákok, szerbek, horvátok, mindenki ebben érdekelt, kivándoroljanak, vegyes házasság és beolvadjanak. Következő. Én nem tudom, mennyire figyelték meg a spanyolországi bomlási folyamatot pár hónappal ezelőtt. Ami is mondott az Európai Unió, hogy ha kiszakadt Spanyolország egy része, az nem lehet se az EU, se a NATO tagja. Elfogadom. És a maradék Spanyolország lehet? Tessék megnézni, miről folyt az európai vita Skóciáról, Dél-Tirolról, Korszikáról, Spanyolországról, baszk és katalán területekről. Megemlített bárki az európai vitában magyar lakta területeket? Szóval nekem a válaszom az nagyon negatív. Ettől még nagyon sok mindenről tudunk beszélgetni, de a helyzet Erdélyben nagyon nehéz. A következő kérdés az érdekes volt, hogy migráció és a genetikailag módosított élelmiszerek. Persze. Hát a világ cégeknek az az érdeke, hogy ezeket az élelmiszereket eladják, ezekkel betörjenek a világpiacra, ezeken extra profitra tegyenek szert. És akkor azt mondják, hogy a pénznek nincs szaga, ez tökéletes, de a miniszter úr nálam ennél sokkal többet tud, ezerszer többet tud, hát ő felügyelte is ezeket a területeket. A következő ugyanennek a része volt, hogy a Monsanto Bayer-per. Én jelezni szeretném, hogy jelenleg a világon a perek 50%-a van az USA-ban. Ebből rengetegen kiválóan megélnek. Elképesztő perek vannak az USA-ban. Én elég gyakran voltam, vagyok az USA-ban, én ezeket látom. Cégeket tönkre lehet tenni, embert egy mondatáért tönkre lehet tenni. Én mindig elmondom, hogy tessék megnézni, hogy hány szexper van. Hogy a egyetemi tanár, a teniszedző, a sikeres ügyvéd kikezdett, nem kezdett ki a titkánőjével. Én még soha olyan pert nem hallottam, hogy a kamionsofőr fölvette, csajt szeretkeztek útközben, és a csaj beperelte. Miért? Mert a kamionsofőrről nem tudok mit lehúzni. Tudom, hogy amit mondok, nagyon csúnyán hangzik. Jött egy újabb kérdés Romániáról. Mik a román stratégiai pozíciók? Övé a Fekete-tenger jelentős része. Fölértékelődött a szovjet bomlással. Én nem mondhatom el, mert nem publikus, hogy milyen szerepet játszott a grúz-orosz háborúba a grúzok oldalán. Ha ezt én tudom, akkor az oroszok legalább ennyire tudják. Én nem mondhatom el, hogy miket szállított oda. És Románia mindig előbb csatlakozott egy szövetségi rendszerhez, mint mi. Ez igaz volt a második világháborúban, jobb volt a fekvése, egy perc alatt kiugrott az első világháborúba. Belépett, holott elvileg jó volt a viszonyunk. A második világháborúból 44. augusztus 23-án kiugrott a német vezetést, egy nap alatt letartóztatták. Én nagyon sokat foglalkoztam Romániával, én röviden válaszolok. Most amerikai bázist telepítettek oda, de a csehekhez is és a lengyelekkel is. A középható távolságú rakéták elsősorban a németeket sújtják. Mert a Németország beengedi ezeket a fegyvereket, nincs abban a helyzetben, hogy nemet mondjon. Abban a percben orosz rakéták fognak a német nagyvárosokba mutatni. Nem lesz harmadik világháború, mert akkor megtöglünk. De jelezni szeretném, hogy a németek mindent megtesznek, hogy legyen valamilyen orosz-amerikai megállapodás. India. Én egy szót nem szóltam róla, de boldogan. India a világ második legnagyobb népességű állama. Nincsenek globális céljai, regionális hatalom. Soha nem beszélünk róla, kibékült Kínával. Drasztikusan emelkedik évről évre a kínai-indiai kereskedelem. Gyakorlatilag egy országcsoport, Kína, Oroszország, India működik együtt a legkülönbözőbb stratégiai célok érdekében. Indiának nincsenek európai céljai, Kínának vannak. Indiának alig vannak afrikai céljai, a keleti partvidéken vannak indiaiak, és azokkal próbál együttműködni. Mint regionális hatalom játszik szerepet, rengeteg fegyvert vesz, erről se beszélünk soha, az oroszoktól, az amerikaiaktól és Izraeltől. Zárójelbe jegyzem meg, hogy India elég sok magyar fegyvert is vett, mivel ez nem jelent meg a sajtóban, egy helyi hiány miatt én sem tudok róla semmit elmondani. A következő az volt, amit a miniszter úr kérdezett, hogy mondjak néhány mondatot Masnről. A
Maaßen úgy hívják, hogy Hans-Georg Maaßen, a német elhárítás alkotmányvédelmi hivatal eddigi elnöke. Én ültem az előadásán Berlinben, brilliáns agya van. Az egész Maaßen család évszázadok óta, a bürokrácia része nem évtizedek óta, rendkívül érdekes. A Maaßen egy ponton bukott meg, amikor azt mondta, hogy Chemnitzben nem az történt, amit Merkel mondott. Nem mondta ki a Merkel nevet, de elmondta azt, hogy véleménye szerint nem volt jobboldali atrocitás, és a jobboldali atrocitást azért vették elő, hogy a migránsokat védjék. Ebben a percben az ellenzék és a szosznemek neki mentek. Ő a belügyminiszterhez tartozott, Seehofer közölte, hogy beveszi maga mellé tanácsadónak, csak ettől kezdve kapott volna 600 valahány euróval nagyobb fizetést. Hát itt megőrült mindenki, hogy ez egy aljas dolog, hogy a Maaßen megbukik és nő a fizetése. Hát 600 valahány euró az 180 ezer forint havi bruttó. Ne hülyeskedjünk már, hogy ezen a szinten ez számít. Végül Maaßen továbbra is tanácsadó lett, de osztályvezetői besorolásba is a fizetése megmaradt. Hihetetlen érdekes volt a Maaßen. A miniszter úr utolsó kérdése úgy hangzott, hogy mi lenne akkor, ha a szocialista kormány lenne. Hát akkor önök se ülnének itt és én sem. Tehát ez az egyik megjegyzésem. A másik, az, hogy Gyurcsány a vezető, az azt jelenti, hogy a baloldal, az MSZP nem találta meg a vezetőjét. Hogy az MSZP egy vezetési válságban van. Hogy az LMP szakadt. Hogy a Jobbik szakadt. A liberális pártnak egy képviselője van a parlamentben, ami egy politika bőszanet, aki egyébként a diákon volt, aki egy politikai alkú következményeként kerülhetett be a parlamentbe. Én a Gyurcsányról nem akarok beszélni, az összödi beszéd után, az én megítélésem szerint neki valós esélye, hogy visszakerül a magyar politika vezető posztjára, nincsen. Ma Magyarországon az ellenzék nincs abban a helyzetben, hogy képes legyen alternatívát mutatni. A tavalyi, bocsánatot kérek, az idei parlamenti választások ezt mutatták meg. És rendkívül kíváncsi vagyok a jövő évi magyarországi hatósági választásokra és az Európa Parlamenti választásokra. Pont. Kérdés. Ja, van még kérdés? Ha nincs, akkor én néhány mondat. Egy. Köszönöm miniszter úrnak, hogy meghívott. Mondom, az egyetlen, aki tud zsarolni, kaja nélkül megyek haza, vállóper. Tehát végem van. Kettő. Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien végigülték. Három. Én mindig elmondom, hogy már jártam itt néhány évtizedtel ezelőtt, nagyon-nagyon szívesen jövök ide, csodálatos szép volt átkelni a Tiszatavon, tehát tényleg gyönyörű volt. Az egy más kérdés, hogy már egy órát a Echo TV-ben voltam, és idefelé még te ültél be mellém, interjút kellett adnom az egyik keresztény rádiónak. Megyek haza, reggel leszek élőadásba Balázsnál, túl fogom élni, és utána kezdem a napomat és dolgozom. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, önöknek azt, hogy végülték. Ha bárki kér valamelyik könyvemből, boldogan dedikálom. Kezdjétsoklom, jó éjszakát kívánok! Köszönjük szépen a kiváló előadást, az informatív előadást, a kérdésekre adott válaszokat. Azt hiszem, hogy igazán világméretű és részletekben menő kitekintéssel vagyunk gazdagabbak. Tényleg élvezetes dolog volt hallgatni, és azt el szeretném mondani professzornak, hogy itt voltunk, amikor MSZP kormány volt, aztán le is váltottuk, és itt leszünk a jövőben is. Én alig hiszem, hogy már MSZP-s vagy DK-s kormány lenne itt Magyarországon. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, még egyszer megköszönöm az előadást, a kiváló könyveket ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Én már vagy kettőt, azt hiszem kettőt olvastam belőlük, és azok maradandó élményt nyújtanak, most dedikálásra is lehetőség van. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, látszik az, hogy milyen bonyolult a világ, és hogy milyen nehéz benne az eligazodás, ezt segíti professzor úr, illetve azok a kiváló szakértők, akik a magyar kormány mögött is ott vannak, dolgoznak, segítenek nekünk is, hogy megértsük azt, hogy mi miért történik. És nagyon fontos az, hogy a kormány, a mindenkori magyar kormány helyes döntéseket hozzon. És mik a helyes döntések? Hát azok, amelyek a magyar érdeket jelenítik meg. Mert látszik az, hogy a világpolitikában az érdekek dominálnak, minden állam, minden kormányfő a saját népének, nemzetének az érdekeit képviseli, hogyha abból az irányból meghátrál, onnan elkanyarodik, akkor már rögtön bajok vannak.
és ezért fontos az, hogy Magyarországnak a mostani kormánypolitikája, mert amelyet Orbán Viktor miniszterelnök úr jelenít meg, az a jövőben is a mi érdekeinket szolgálja. Mi egy olyan országban szeretnénk élni, amely a magyar embereké, amely fejlődik, amely biztonságot ad és keretet ad a mindennapi életünknek, amely biztosítja azt, hogy a mostani generációk és az utánunk következők is ennek a hazának egy gyorsan fejlődő világszó országnak a polgárai, megelégedett polgárai legyenek. Ezért is fontosak ezek a kérdések, és hát már itt arról volt szó, már felsejlik itt a elkövetkező néhány hónapban az Európai Uniós parlamenti választás. Hát ez azt hiszem, hogy most felértékelődik, hiszen látszik az, hogy Brüsszel, legalábbis a mostani brüsszeli politika az kifejezetten olyan irányba megy, hogy beleszóljon a tagállamoknak a döntéseibe, illetve a mi egyéni sorsunkat érintő döntéseket is igyekszik hozni. Annak idején egy Barroso nevű bizottsági elnök volt korábban, nem tudom, hogy emlékezünk-e rá, szerintem inkább akik a politikát napról napra követik, talán ők emlékeznek rá, akkor a bizottság, az Európai Unió bizottsága az nem volt ennyire aktív, vagy túl buzgó, sőt nem volt ennyire isiászos sem, hanem a tagállamok érdekeit képviselte, nem akart fölénőni, nem akart ráerőltetni dolgokat a tagállamokra, a nemzetállamokra, hanem megpróbálta ezt a nagyon sokszínű társaságot, amelyet az Európai Unió tagállamai jelentenek, egy irányba mozgatni, egy olyan fejlődési pályát megvalósítani, ahol mindenki megtalálja azt, ami neki a megfelelő, ami neki üdvös. Ehhez képest van egy változás, és eljött az idő arra, hogy visszategyük a dolgokat a maguk helyére, hogy az Unió, ami egy szövetség végül is, egy szerződés, egy nemzetközi szerződés, az figyeljen oda valamennyi tagállamra, valamennyi polgárára, mindenkinek az érdekeire. Ez pedig az, hogy a magyar érdekeket hatékonyan képviselje a kormány, ezzel szerintem nincsen hiba, sőt néha az ember beleborzog abba a merészségbe, bátorságba, amit tapasztalunk, meg természetesen az ellenállásba is, amiben ez ütközik, de hát a történelem ilyen, ezt ismerjük korábbról is. Ezen a vonalon kell tovább menni ahhoz, hogy a tágabb környezet, az Európai Unió, ez a tágabb közösség is megváltozon, illetve visszaalakuljon az eredeti szelleméhez. Kusba vágó kérdések lesznek tehát előttünk, ahhoz, hogy ezekre megtaláljuk a helyest választ, az segítik az ilyen és hasonló programok, amelyeken a jövőben is várjuk valamennyi tisztes, valamennyi kedves jelenlévőt, és én bízom benne, hogy most is információkkal gazdagabban, élményekkel gazdagabban tudunk majd hazamenni. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, köszönöm a figyelmet, kellemes estét kívánok mindenkinek. Viszontlátásra! Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran a megszokott csatornákon, és maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása. Viszontlátásra!